És a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az évközi 30. vasárnapról mondjuk a Szentmisénket, és elhunyt Zsuzsanna, László és Mária lelküdvért mutatjuk be. Az evangéliumi párbeszédben Jézus súlyoz, kiemel egy parancsot, a főparancsolatot, és azt teszi meg a többi parancs mértékévé. Az Isten és a felebarát szeretete garantálja azt, hogy ami jogos, ne váljék irgalmatlanná. Aki a főparancsolatot teszi meg élete legfőbb mércéjévé, az nem fog visszaélni a törvénnyel, nem nyomorítja meg embertársa életét, és nem zsákmányolja ki a világot. Isten a főparancson keresztül óv meg bennünket önmagunktól és ösztönös túlkapásainktól. Olyan kontroll ez, amelyben az ember kimondatlanul is érzi, hogy csak zarándok ezen a földön, ahol kötelessége segíteni embertársait. Így is élünk, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szepöltelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Mindenható Örök Isten, növel bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindarakkal örökké. Amen. Olvasmány Mózes második könyvéből. Ezt mondja az Úr. Az idegent ne használd ki, és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok őket, s ők hozzám kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok, özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek. Ha a népemből való szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönözöl, ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára, ne követelj tőle kamatot. Ha embertársad köntösét zálogba veszed, napszállt akkor add vissza neki, hisz ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét, különben mivel takarózna? Ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas vagyok. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Elfordultatok a bálványoktól, hogy az Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből az ő fiát. Testvéreim, mindnyájan tudjátok, hogy hogyan viselkedtünk körötökben a ti szolgálatotokra. Ti pedig az Úr és a mi követőink lettetek. A tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok, és így Makedóniában és Ahájában minden hívőnek példaképei lettetek. Isten bevetett hitetek mindenütt ismerté vált, ezért nem is kell róla beszélnünk. Az emberek maguktól mondják el, hogyan fogtatok minket, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből fiát Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az eljövendő haragtól. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattat el a szadduceusokat, köré gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása. Legyen bűnünk bocsánat. Minisztársa, jöjjetek ide. Szerintetek egy hittanos diáknak hány parancsot lehet megtanulni? 10, 20, 50, 100? 10 meg lehet tanulni. Hát bizony, mert aztán meg is kell azt valósítani. És megtartani, megvalósítani, meg lehet mindegyiket? Igen. Nagyszerű. Van a 10 parancs, és van az egyház 5 parancsa, ezt meg lehet tanulni, és meg is lehet tartani. De az Ószövetségben 613 parancs volt, 248 buzdító parancs, és 365 tiltó parancs. Ezt meg lehet tanulni? Ez nagyon sok, ugye? Elég sok egy diáknak, nem még a felnőtteknek is. És akkor, ha nem lehet megtanulni, akkor ezt meg lehet valósítani? Hát ha nem is tudják, akkor nem, bizony. És képzeljétek el, hogy ezt a 613 parancsot megtartani, mindezt akkor, amikor az emberek nem is tudtak írni, olvasni, Jézus korában nagyrészt analfabéták voltak. Az iskolában volt már olyan, hogy 613 kérdést tartak fel valamilyen tantárgyon. Nem volt ilyen. Túl sok lenne, ugye? Ha diáknak ennyit kérnénk az órán házi feladatként, hát bizony azt igencsak összeráncolná a homlokát, meg a szülő is. Ebben a 613 parancsban ott volt a 10 parancsolat, meg ott volt a fő parancsolat is. Jézus korában is tudták, hogy ez nagyon sok, az emberek nem tudják ezt megtanulni, sőt, nem tudják megtartani ezt a hatalmas törvényhalmazt. Ezért volt a törvénytudónak a kérdése Jézushoz, hogy melyik a legfőbb parancsa a törvényben. Ő maga is érezte azt, hogy ez nagyon sok. Köszönöm a segítséget. Foglalt a helyen. Melyik kérdést? De az órán, hogy föltettek, de hát azt nem egyszerre kell megtanulni, hanem az kicsinyenként. És aztán, mire végész a 600 kérdésen, el is felejtett közben, igaz? Na, köszönöm, foglaltok helyet. Krisztusban szeretett testvéreim, akinek van jogosítványa, jól tudja, hogy minden tiltó és eligazító tábla, ami van az utak mentén, az azért van, hogy segítsen bennünket. Tudják azt, hogy ezek a táblák nem a szabadságunkat korlátozzák, hanem az életünket védik. Már ha betartjuk a rajtuk lévő utasításokat. Amikor vezetni tanultam még a 70-es években, és elsőségem volt, bátran hajtottam keresztül,
egy kereszteződésen, mire az oktatóm megszólalt, és azt mondja, hogy szép dolog az, hogy elsőbséged van, de csak akkor ám, ha meg is adják neked. Szabályok és tiltások, amelyek nem csak rám vonatkoznak, hanem a másik embere is. Kölcsönösen be kell tartani a szabályokat, hogy az életünk, egészségünk megmaradjon. Az írástudók Jézus korában is sokat vitatkoztak arról, hogy a törvényben szereplő, mondtam itt a diákoknak az a 613, ebből a 248 a buzdító, a 365 pedig a tiltó parancs közül melyik a legfontosabb. Jézusnak is feltették a kérdést. Ő határozottan és egyértelműen ezt válaszolta, szeresd uradat, Istenedet, és szeresd felbarátodat, mint önmagadat. A Szentírás arról is tanúskodik, hogy az Isten szeretetnek a lényege, tegyük meg Isten akaratát. A felebaráti szeretet legfőbb jellemzői pedig a tisztelet, a jó akarat, segítőkészség és a türelem. Az Isten és ember szeretet szoros kapcsolatban van egymással. Aki megizlelte az Isten megismerésének és szeretetének örömét, indítást érez arra, hogy ezt az örömét megossza embertársaival. Az Istentől kapott szeretetet tovább akarja adni másoknak. Az első keresztények életében a kívülállók megcsodálták, hogy hitük milyen szépen megmutatkozik az egymás iránt való magatartásukban, nem csak a keresztényeknek a betegei tápolták, még a pogányokért is, ami akkor szinte elképzelhetetlen volt. És ezt mondták a keresztényekre, hogy nézzétek, hogyan szeretik egymást. Japánban egy alkalommal kiállítást rendeztek a világ vallásairól. A kereszténységet bemutató terem bejáratánál a következő írták fel mottóul. A szeretet vallása. Elgondolkodható, hogy egy nem keresztény többségű távol-keleti országban a hitünknek a lényegét megsejtve így vélekednek rólunk Krisztus hívőkről. Mindez arra bátorít bennünket, hogy mélyítsük el magunkban krisztusi identitásunkat, önazonosságunkat, és annak megfelelően éljünk. Szent János apostol rávilágít arra, hogy az Isten szeretet, vagyis Istennek nem csupán egy tulajdonsága az, hogy szeret, hanem ő maga a szeretet. És ez a szeretet abban mutatkozott meg a maga teljességében, hogy az Atya elküldte egyszülött fiát, aki meghalt, értünk és feltámadt minden emberért, hogy mindaz, aki benne hisz, az szabaddá váljék, és örök élete legyen. A Jézusi szeretetet a szeretetnek a parancsával foglalja össze a tanítványok feladatát és életstílusát maga Jézus. A mester a nagy parancsról érdeklődő törvénytudónak válaszul, szintén a szeretetről beszél. Összekapcsolja egymással és egyenértékűnek nyilvánítva az Isten, a felebarát és önmagunk iránti szeretetet. Szeretet válaszunknak Jézus tanítása szerint három iránya van. Isten, embertársaink és mi magunk. A hármas irányultság
szorosan összefügg egymással. Szeress. Három dimenzióban is szeress. Mert háromdimenziós vagy te magad is. Szeress felfelé, szeress befelé, és szeress kifelé. És így már be is töltötted a rendelkezésre álló teret. De mit jelent ez a krisztusi szeretet? Lehet érzelmet, érzést parancsolni? Mit akar mondani Jézus? Úgy, mint a pénz érméjének, a szeretet érméjének is két oldala van. Jó indulat és jó akarat. Ugyanakkor mély érzések és érzelmek is jellemezhetik. De nem feltétlenül jár együtt ez a kettő. Amit parancsol Jézus, az a jó akarat és a jó indulat a másik felé. Isten felé, a fele barát felé és magam felé. Két parancs, amin az egész törvény és a proféták, azaz az egész vallásunk és vallásos életünk nyugszik. Keresd a szeretetet az életedben, és cselekedd a szeretetet. Ez legyen az első az életedben. Ha önmagunkat keressük, önmagunknak keressük a boldogságot, sohasem találjuk meg. De ha merünk nyitni a másik felé, ha megszabadulunk a félelemtől és a haragtól, ha meg tudunk bocsátani, és a jót akarjuk a világban, akkor csodák fognak történni az életünkben. Akkor az élő és igaz Isten szolgálatában megtaláljuk életünk értelmét és boldogságát. Akkor az igazi örömöt találunk az életünkben, ami annyira hiányzik már nekünk. Mert az igaz öröm az, ha az örök értékek mentén tudunk élni, és ezzel az örömmel meg tudjuk ajándékozni a másikat is. Az igazi krisztusi szeretet szabadságot ad nekem, és a másiknak is. Mert nem elvár, hanem ajándékoz. És ajándékként tud tekinteni mindenre, és mindenkire az életben. A szeretet tehát átjárja, és egyénileg minden embernél lényegileg határozza meg a keresztény hitünket. Mi a szeretet Istenében hiszünk. Aki Jézus Krisztusban arra tanít minket, hogy a szeretet nem csupán egy érzést, nem csak egy eszmét jelent, hanem a krisztusi igazság melletti döntést és önmagunk odaajándékozását az Úrnak és embertestvéreinknek. A szeretet Istene viszont szeretetre hív. Ne feledjük el, hogy életünk alkonyán az Úr nem azt fogja kérdezni tőlünk, hogy milyen nagy tetteket vittünk végbe, hanem hogy mekkora szeretettel tettük meg őket. Kis Szent Teréz azért volt nagy és szent, mert az apró, egészen kicsi dolgokkal is nagy szeretettel végezte ezeket a dolgokat, amit rábíztak, ami a feladata volt, a legkisebb kis tevékenységet is. Hihetetlen nagy szeretettel végezte. Életünk legyen tehát a mennyeatya szeretetére adott, szeretet válasz. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, Urunkban, aki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat,
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus tanítja, hogy a legfőbb parancs a szeretet. Kérjük mennyei atyánkat, hogy a nagy parancsot mindig szem előtt tartsuk. Szent atyám, teremt pápa, főpásztoraim és a lelki pásztorok életükkel tegyen a tanúságot a szeretet nagy parancsáról. Kérünk téged, hallgass meg minket. A szeretet köteléke tartsa össze a világ népeit, hogy békében és egymás segítve éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. A szeretet vezesse hívő népedet, hogy kitárja szívét a nem hívő testvérek felé is. Kérünk téged, hallgass meg minket. A szeretet irányítson bennünket embertársaink testi, lelki javának szolgálatában. Kérünk téged, hallgass meg minket. A szeretet elszakíthatatlan köteléke fűzze egymáshoz a családtagjait, a szülőket és a gyermekeket, az időseket és a fiatalokat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, segíts kegyelmeddel, hogy a benned hívő között megvalósuljon a lelki egység, és minnyájunkat kapcsoljon egybe a testvéri szeretet Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadjál az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadj szívesen áldozati adományainkat, amelyeket fölségednek felajánlunk, hogy szolgálatunk egyre nagyobb dicsőségedre váljék Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, és segítsetek veletek. Emeljük fel szívünket, fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked,
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Te alkottál mindent, amiben a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt, a Te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon Téged. Krisztus a mi Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elhagyjuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzen meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt
akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Élekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindarakkan örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Élek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodó mindarakkan örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szövegekkel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Elveszi a világ bűneit. Boldog, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Kérünk Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Szeretettel közlöm a kedves hívekkel. Holnap hétfőn este 17:30 kezdődik a csendes szentségimádás, a többi napokon este 18:00 kezdődik, szombat és vasárnap pedig az esti szentmise után. Jövő évi szentmise előjegyzéseket holnap hétfőtől lehet iratni irodaidőben a plébánia irodájában. Október 28-án szerdán Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe. Jövő héten 27-én kedden és 28-án szerdán este nem lesz csendes szentségimádás. Október 29-én csütörtökön egésznapos szentségimádást tartunk, a reggel 7:00 kezdődő szentmise után, és este a szokott módon 17-től 18 óráig imóra hívek vezetésével, majd 18-tól 19 óráig csendes szentségimádás, ezután megáldom Magyarországot, a híveket és a várost az oltári szentséggel a templom előtt. Szeretettel várom a kedves híveket imára. Október 31-én szombaton boldog Romsa Tódor püspök és vértanú emléknapja. November 1-én vasárnap minden szentek főünnepe parancsolt ünnep. November 2-án hétfőn halottak napja. Reggel 6:30 a templomban és 9:00 a temető kápolnánál lesz szentmise jó idő esetén. Ha esik az eső, akkor itt a templomban lesz a szentmise. Csak a tisztító tűzben szenvedő lelkek javára fordítható, teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-áig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért, mind a 8 napon elnyerhető. Aki halottak napján november 2-án templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy mi atyánkot és egy hiszek egyet elimádkozik. Az ilyenkor esedékes házaknál történő egyházi adó elmaradások beszedését a koronavírus miatt nem tudják vállalni híveink. Akik idősebbek, s így nem kockáztathatjuk az egészségüket a házról házra járással. Ezért kérjük a kedves híveket, hogy hozzák be a plébániára vagy a sekressébe egyházi adó befizetésüket. Aki nem tud eljönni, rokonaival, szomszédjával vagy ismerősével küldje be, mivel már a negyedik negyedévet kezdtük el, és még az egyharmada sem jött be az éves egyházi adónak. Ebben nagy szerepe van a tavaszi koronavírus miatt, nem voltak nyilvános szentmisék, a hívek nem jöhettek templomba. Most a vírus miatt nem fognak kimenni egyházi adót szedni, tehát jelezzük a szomszédjaink, ismerőseink felé, hogy ezt oldják meg a fent említett módon. Továbbá lehetőség van az egyházközség bankszámlájára is utalni egyházi adó összegét. Honlapunkon megtalálható az egyházközségünk bankszámla száma. Kérjük a megjegyzés rovatba írják oda az utca és a házszámot, mert csak így tudjuk megkülönböztetni az azonos nevűeknél, hogy ki a befizető. Példa, Horváth László nevű személy több is van, ezért fontos az utca és a házszám, hogy tudjuk, melyik személy fizette be az egyházi adót banki átutalással. Betlehemes pásztorjátékra lehet jelentkezni a hittanos diákoknak november 8-áig. Próbák november 14-én szombaton délelőtt 10:00 kezdődnek. Azon jegyeseknek, akik
2021. évre jelentkeztek házasságkötésre, és valamely szentség felvétele hiányzik a házasságkötés előtt, részükre katekumenátus, felnőttek beavatása a keresztény életbe, előkészítő indul, és november 14-én szombaton délelőtt 9 órakor kezdődik. Szeretettel várunk minden jelentkezőt. Kérjük a kedves híveket, hogy az ajtókat csukjuk be, mert már hidegebb az időjárás. Kilincseket fertőtlenítjük minden szent mise előtt. A szentelt víz tartókba kihelyeztük a fertőtlenítőszereket, használjuk a templomba bejövetelkor. Továbbra is kötelező a szájmaszk a templomban és a plébániai irodában. Megértésüket köszönjük. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért. A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek, hogy megtapasztalhassa a keresztény nép életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a mindenség királya. Mindenható Urak Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyíts meg gyermekeid terhét, fogad országodba az elhunytakat, és erősíts meg gyenge hitünket, ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, akiértünk kiürítette a szenvedés kelyhét. Hadd, hogy mindig kétkedés nélkül bízunk atyai gondviselésedben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, az Úr legyen veletek, és áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Amen.